A civil szervezetek elsősorban a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásának idején vagy pályázati kötelezettségeik miatt jelennek meg a médiumokban. Ám szakemberek szerint ez nagyon kevés, a civileknek jóval hatékonyabban és több felületen kellene munkájukról beszámolni. Én úgy gondolom, hogy alapvetően már maga az, hogy kommunikációs ismereteik hiányosak, nem tudják, hogy hogyan kellene felépíteniük egy kommunikációs stratégiát, amivel akár egész éven keresztül különböző médiumokban meg tudnak jelenni. Így ennek köszönhető az, hogy csak amikor úgymond nagyon muszáj, nagyon ég a talpuk alatt a talaj, akkor kezdenek el a médiával kapcsolatot építeni, és akkor jelennek meg a médiumokban. Pedig a média és a civil szervezetek együttműködése nem csak a két félnek, hanem a társadalomnak is fontos, hiszen sok hasznos és érdekes információval szolgálhatnak, hangsúlyozza Halász János, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára. Leginkább a társadalomnak fontos, hogy ez a két szektor partnerségben dolgozik egymással, mert ez egy olyan szemléletformáló lehetőség is, amire igazán szüksége van a társadalomnak. Azaz arra, hogy a közösség erejét, a közösségi munka fontosságát megismerje mindenki. A helyi televíziók és a civil szervezetek közötti párbeszédre adott lehetőséget a Debrecenben tartott konferencia, amely az első rendezvénye volt a Kölcsei Televízió vezetésével megvalósuló nemzetközi programnak, amelyben partner a Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány és a Bihar megyei önkormányzat is. A modern világunkban, ahogy az Európai Unió is erre a direktíváiban kitér, illetve amire forrást is biztosít, az nem csak az, hogy előnyöket biztosítson, hanem elősegítse ezeket az együttműködéseket, és különös tekintettel, hogyha ezek határon átnyúlóan jönnek létre. A Kölcsei Televízió is az elmúlt években mind Ungváron, az Ungvári Állami Televízióban, mind pedig Szatmár Németiben az ottani egyik legolvasottabb weboldalt üzemeltető egyesülettel működik együtt, illetve Szlovákiában is van már egy partner televíziónk, és ez a mai rendezvény pedig egy második lépcsője ennek az együttműködésnek. A Kölcsei Televízió igazgatója szerint rendkívül fontos az ilyen jellegű kapcsolatok kiépítése, hiszen közös projektek hozzájárulhatnak mindkét fél stabilitásához, fejlődéséhez. Együttműködő partnerekre van szükség, és hogy korábban már a Kölcsei Televízió életében külföldi partnerek is megjelentek, így a civil szervezetek is megjelennek, hiszen nem csak a napi munkát, hanem azt a fajta működést és stabilitást lehet elérni, amelyet mondjuk egy nagyobb költségvetésű állami fenntartású televízió esetében ugye a központi finanszírozás biztosít. A rendezvényen elhangzott az is, rendkívül hasznosak az ilyen jellegű párbeszédre épülő konferenciák, ám fontos lenne a helyi médiumok részéről, hogy még több információt juttassanak el a civilekhez. A szakemberek azt tanácsolták, dolgozzanak ki olyan kedvezményes csomagokat, amelyek civil szervezetek folyamatos média megjelenésére adnak lehetőséget.